Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora január 23-án hétfőn. Bizonyára látták, hallották, olvasták, hogy január 22-én vasárnap országszerte és a határokon túl is szerte a nagyvilágban ünnepelte a magyarság a magyar kultúra napját. Idén ugyanis 200. évfordulója van a himnusz megszületésének. Már csak azért is, mert Kölcsey Ferenc vármegyékben Szatmárcsekén írta meg a nemzeti hitvallásunkat, a mai műsort a költeménynek és írójának szenteljük. Vármegyékben pénteken kezdődtek meg a megemlékezések, a megyeházára várták mindazokat, akik fejet akartak hajtani a himnusz és költője előtt. Vasárnap pedig Szatmárcsekén folytatódott az ünnepség, ahol a helyi református templomban szervezett megemlékezést a Kölcsey Társaság, és ahol beszédet mondott többek között Orbán Viktor miniszterelnök is. Utána pedig a temetőben koszorúzták meg Kölcsey síremlékét. Az ünnepség sorozaton részt vett kollégánk Virraszkó Szilvia is, aki maga is tagja a Kölcsey Társaságnak. Az ökumenikus istentiszteleten Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, kiemelte azokat az erényeket, amelyekre Kölcsey Ferenc emlékeztette a magyar nemzetet. Ezt követően Fabinyi Tamás, az evangélikus egyház püspöke mondott áldást kérő imát. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke elmondta, Isten nélkül nemzet sincs. Az Isten tiszteletet Kocsis Fülöp, a hajdudorogi főegyházmegye érsek metropolitájának könyörgése zárta. Az Isten tiszteletet követő ünnepségen Orbán Viktor mondott ünnepi beszédet. 1000 éves távlatban sincs másik darabja a magyar kultúrának, amely képes lenne úgy felemelni a szívünket, mint a himnuszunk. Ha arra a lehetetlen vállalkozásra adnánk a fejünket, hogy egyetlen műbe sűrítsünk mindent, ami magyar, pontosabban, ami a magyart magyarrá teszi, akkor a himnuszt kellene választanunk. Ezért méltó és igazságos, hogy a magyar kultúra napja a himnusz megszületésének napja legyen. Tisztelt ünneplők! És akkor ott, a losonci ravatalnál elhangzott Lukács evangéliumának 21. fejezetének 28. sora. Így szól hozzánk az Úr Jézus szava, mondta a főtiszteletű, idézem, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket. És mi így is tettünk. És bár műfaját tekintve a himnusz imádság, Fohász és Jeremiáda, és így a bűnbánó alázat mély és komoly testtartását követelné, a himnuszt mégsem térdepelve, és végképp nem leszegett fejjel énekeljük. Éppen ellenkezőleg, egyenesen, rendíthetetlenül állva, szinte szilajul, és mindig felemelt fejjel. Tisztelt ünneplők! Vannak művek, amelyek szerzőjük ismerete nélkül értelmezhetetlenek. Művek, amelyek a szerző értelmének szárnyalása, vagy érzelmeinek mélységei nélkül üresen konganak. Művek, gyakran a magyar irodalom gyöngyszemei, melyet szerzőjük önmagából, öntestéből és szelleméből hív elő pennája segítségével. Versek, amelyekhöz vezető utat a költő elállja, és csak rajta keresztül férkőzhetünk a közelébe. Ő írja, ő verseli, ő üzeni nekünk. A himnusz nem ilyen. Mikor olvassuk, nem Kölcseit képzeljük magunk elé. Nem az ő személyes intését értjük a versszakok mögé. És bár a Jóistent szólítjuk meg, mikor hallgatjuk vagy énekeljük, mégsem ő tölti ki a képzeletünket.
Nem a költő és nem a jóisten alakja bontakozik ki a történelem gomolygásából, hanem az a rejtélyes, megragadhatatlan és behatárolhatatlan valami, amit magyarságnak, pontosabban magyar sorsnak és magyar géniusznak nevezhetünk. A Kölcsey Társaság minden évben emlékplakettel tüntet ki olyan személyeket, akik életművükkel és munkásságukkal hozzájárulnak a magyar kultúra megismertetéséhez. Az egyik idei díjazott Berkesi Sándor, Kossuth Díjas karnagy. A 200 esztendő az különleges élmény. A miniszterelnök jelenléte és beszéde különleges élmény. Aztán én, aki 54 esztendőt leszolgáltam a református kollégiumban, a kollégiumi kántus élén, azt mondhatom, hogy ez a díj, ez felértékelődik. A himnusz költője 13 évig volt a kollégium diákja. Én 54 évig voltam a kollégiumi kántus karnagya, és a falakból árad az erő. Ezt én végig éreztem. És ez erőt ad a munkához. És nem csak Kölcseinek, hanem a történelem nagy egyéniségeinek. A dísztermünkben az erdélyi fejedelmeknek olajfestményei. Szintén a dísztermünkben a református egyháztörténet nagy alakjainak, a magyar egyháztörténet nagy alakjainak a képi jelenléte. Ezek mind inspirálják az ott dolgozókat, engem legalábbis. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy ezek mind lelki vörös vér sejtjeimé alakultak a munkában, és ezt hát amennyire lehet próbáltam továbbadni a rám bízott ifjúság nemzedékeinek sorában. Hát nagyon sokan vannak, akik itt-ott-amott sokfelé, van, aki az egyetemi katedrán, van, aki a szószéken, mint lelkipásztor, talán vitte tovább. Mindig mondom nekik, hogy ami mínusz, az felejtsék el, ami plusz, azt meg nem csak, hogy őrizzék meg, hanem adják tovább. Mert ezért vagyunk a világban, hogy mindent, amit kaptunk, azt adjuk tovább. Nem csak a családban, hanem a ránk bízott diákjainknak, hallgatóinknak. És ez egy gyönyörű misszió. Berkesi Sándort több évtizedes karnagyi munkássága elismeréseként tüntette ki a Kölcsey Társaság. Miért éppen Berkesi Sándor karnagyúra esett az idén a Kölcsey Társaság választása? A választ meglehetősen egyszerű, és a válasznak a kulcsa a református kollégium. Ugyanis Kölcsey Ferenc 13 éven keresztül volt a református kollégiumnak a diákja, és az, amit ő teljesített, abban meghatározó szerepe volt, nem csak annak a tudásnak, amit mondjuk a professzoraitól vagy a Debreceni Kollégium könyvtárából szerzett, hanem annak a szellemnek, annak az erőnek, ahogy Berkesi tanár úr fogalmaz egy írásában, annak az erőnek, amit a kollégium falai sugároznak. És a társaság, a Kölcsey Társaság úgy ítélte meg, hogy ennek a szellemiségnek méltó folytatója Berkesi Sándor. Tehát ennek a fajta, mondjuk így a református magas kultúrának az egyik autentikus folytatója, annak a református magyar magas kultúrának, aminek Kölcsey volt az egyik legnagyobb képviselője. És milyen érzés volt önnek itt ma a himnusz 200. évfordulóján énekelni a himnuszt itt a Szatmárcsekei templomban? Felemelő érzés természetesen, tehát nekem a legnagyobb élmény az volt, hogy ennyire sokan voltunk, aminek volt egy pici hátulütője, mert hát nagyon sokan nem fértek be a templomba, tehát igazából akkor lehetett látni, hogy micsoda érdeklődés van ez iránt, a esemény iránt, amikor kimentünk koszorúzni a temetőbe, és hosszú sorokban kígyózott a ünneplő társaság oda a temetőbe, ott is már alig fértünk el. Ez azt jelzi, hogy Kölcsey öröksége eleven. Ennél pozitívabb üzenetet nehéz lenne mondani, hogy az üzenet, amit Kölcsey himnuszban megfogalmazott, az ma teljes egészében aktuális és eleven. Erre utalt egyébként miniszterelnök úr is. Isten, áld meg a magyart jó kedvel,
bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt. A Kölcsey Társaságért emlékéremben hárman részesültek. Kasztovszky László, a Kölcsey Társaság korábbi titkára, Szabó István, a korábbi ügyvezetőelnök, valamint Jánosi Zoltán, irodalomtörténész, a Kölcsey Társaság korábbi elnöke. Mi valóban válvetve, egymás kezét fogva próbáltuk a Kölcsey Társaság rendezvényeit szervezni, tekintélyét emelni, Kölcsey emlékeit ápolni. Ennek az ápolásnak, a hagyománytiszteletnek három fókusza volt. Az egyik természetesen Szatmárcsekély, ahol itt vagyunk, ahol a himnusz született. A másik a határ túloldalán Kölcsey szülőhelye, Sződemeter, a harmadik pedig a gyermekkora helyszíne Álmost. Nos, ezen a mai napon, 2023. január 22-én egy negyedik helyszín is belépett a kapcsolatba, ez pedig az égbolt, a nap, a fény, hiszen mindenki rossz időt várt, és úgy látszik, hogy a fennvaló figyelheti Kölcsey életművét, figyelheti a magyarokat, mert hirtelen kitisztult az ég, és gyönyörű, szép ünnepnek lehettünk tanúi. Méghozzá Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor jelenlétében. Megkérdeztem az ittenieket, hogy járt-e valaha miniszterelnök Szatmárcsekén. Hát azt mondták, akik emlékeznek nagyon messzire, hogy nem. Köztársasági elnök korábban már igen. Mádl Ferenc és Sólyom László is részt vettek ezen a rendezvényen, de miniszterelnök még soha. És úgy látszik, hogy ennek felhajtó ereje van, és felhajtó ereje is lesz a társaság további munkájában. Hiszen most már úgy látjuk, hogy nem csak a szatmári emberek a tagjai, hanem azok is, akik akár a határon kívül élnek, és nagyon-nagyon sokan a koszorúzáson láthattuk ezt, nyugati magyaroktól kezdve természetesen a trianoni határok mögé rekedt magyarok közül is nagyon sokan jöttek el és tették le az emlékezés koszorúit. Magyarul ez azt jelenti, hogy ha egyetlen egy napra, sőt abban talán két óra hosszányi időre is, de Szatmárcseke Magyarország fővárosává, szellemi fővárosává válik, és erre büszkének kell lennie minden szatmári, szabolcsi és beregi embernek, hogy itt született meg a magyar himnusz. Az emlékek közül, amit legszívesebben szeretek felidézni a könyvkiadáson kívül, amelyek Kölcsey életművét kutatták, a rendezvényeken kívül, amelyek utazásokkal is jártak, Kassára, Erdélybe, a Parciumba, a Kárpátaljára a részvevőknek. Tehát ezek közül is a legszívesebben azokra az eseményekre emlékszem, amikor határon túli magyar iskolásokat, általános és középiskolásokat hívtunk meg ide Szatmárcsekére, hogy a himnuszról beszélgessünk, a himnuszról gondolkodjanak, írjanak, készítsenek filmet, ismerkedjenek Kölcsey életével. Azt szívszorító volt látni, ahogyan ezek a fiatalok már különböző nyelvjárásokban, egy picit megkopott magyarsággal, hiszen másképp beszél a kárpátaljai, másképp a parciumi, vagy a szlovákiai magyar fiatal, de felismerték egymásban a magyart, felismerték Kölcseiben a közös himnuszt, és ez erősítette őket abban, hogy valóban a népek testvériségére tekintve, de a nemzeti mivoltukat megőrizve éljenek a továbbiakban is. És ezeket a rendezvényeket mindig úgy időzítettük, hogy részt vehessenek a református templomban az istentiszteleten, illetve a kultúron, a Kölcsey Társaságnak a kultúra napi ünnepségein. Összességében tehát tele van a szívem örömmel, tele van emlékezéssel, és köszönöm a sorsnak, hogy lehetővé tette, hogy a himnusz születésének 200. évfordulóján én még éljek és megjelenhessek ezen a helyszínen. A szatmárcsekei ünnepséget megelőzően Nyíregyházán, a megyeházán tartottak megemlékezést. Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta,
egész éves eseménysorozattal ünneplik majd a himnusz 200 éves évfordulóját. Számos programmal készültünk, kiadványokkal, online térben, himnusz múzeummal, dokumentumfilmmel, kreatív dokumentumfilm, amely Kölcsey életéről szól, vetélkedőkkel, rendhagyó irodalmi órákkal, színdarabbal, hát számos olyan programmal, eseménnyel készülünk az emlékévre, amely a himnusz születésének 200. évfordulója, amely a megye lakosságának érdeklődését felkeltheti, illetve hát népszerűsíti azt a üzenetet, amit számunkra Kölcsey jelent, még marketing kampányt is. Ez azt jelenti, hogy gigantplakátokat is helyezünk a megye főútjainál, bejáratánál, hogy emlékeztessük Magyarország közönségét, az ide látogatókat, hogy a himnusz földjén járnak. Mi az, ami megvalósult már esetleg a programok közül? Nagy büszkeségünk a Kölcsey TV-be beutatandó Kölcsey életéről, munkásságáról, a himnusz születéséről szóló kreatív dokumentumfilm, amely körbejárja az egész életutat Jánosi professzor úrnak a szövegével, és olyan érdekességeket, olyan összefüggéseket tár fel, ami a mai kor emberének számára is üzenetet jelent. Folytassuk a megemlékezést már innen a stúdióból. Vendégem dr. Szilágyi László kutatótanár, a Zrínyi Ilona Gimnázium munkatársa. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét, nagyon szívesen. Kezdjük azzal, hogy Kölcsey himnuszát ugye 1823. január 22-én véglegesítette. Kicsit beszéljünk a Szatmárcsekéről, ahol ez megtörtént, és a korszakról. Mit kell tudni, hogy került Kölcsey Szatmárcsekére, mit csinált éppen akkor, amikor a himnuszt megírta, mivel foglalkozott, miért éppen nem Budapesten volt, vagy miért éppen, vagy Pesten és Budán, vagy Debrecenben, vagy Pozsonyban. Szóval miért Szatmárcsekén, és miért ebben az időpontban született ez meg? Igen, válaszolok a kérdésre, de el kell mondjam, hogy ez egy felemelő és nagyszerű pillanat, éppen itt a Kölcsey televízióban. Azok között, akik ápolják, őrzik az emlékét, még névben is, és azért is, mert hát mi, akik mindannyian itt ülünk, és a képernyők előtt ülnek, egy ilyen évfordult nem fogunk megélni. És ezt Kölcsey sem gondolta. Az a nagyszerű, és így válaszolok is a kérdésre, hogy a himnusz nem felkérésre íródott, nem az állam határozta el, még nem is egy tudós közösség, hogy jó lenne valamilyen verssel és hozzá kapcsolódó énekkel összefogni ezt a nemzetet, hanem ő a csekei magányában írta meg. Azt kell tudni róla, hogy akkor már irodalomkritikus, akkor jogászi tanulmányokat végez, de igazán nem tudja eldönteni, hogy mit szeretne. Úgy, hogy 6 évesen elveszti édesapját, 12 évesen édesanyját, árva lesz, és elveszti otthonát, és keresi önmagát, és keresi a közösséget, ahol kiteljesedhet az ő élete. Gyakorlatilag, hát, hogy a pszichológiai szemmel nézzük, egy krónikus depressziós állapot 1818 és 20 között nem ír semmit, még nem is levelezik. Azt lehet olvasni tőle, hogy van, amikor ki sem megy a kertbe, vagy a házból, igen, ugye, hogy írja a barátainak, igen, egy levélben. Igen, de látja, mert a helyet kérdezte, ugye, hogy családja révén kötődik oda, és azt is mondja, egy poétai hely, gyönyörűséges. Tehát itt lehetne lakni, lehetne gazdálkodni, de értelmiségi is szeretne lenni. Ebben a dilemmában őrlődik gyakorlatilag, és ekkor lesz egy forduló pont az ő életében is, és még nem tudja, hogy a nemzet életében is, hogy leírja azt a verset. Ő akkor ezt tudta, hogy ez milyen hatással lesz, akár a saját, akár pedig a nemzet életére, vagy azért kérdezem mindezt, mert a későbbi levelezéséből sem tűnik ki, hogy ő ezt egy fordulópontnak gondolta volna akkor, 1823-ban. Nem tudom, így volt-e, ön hogy látja? Így van. Nem tudta, nem tudhatta. 6 év telt el. Az milyen hosszú idő, amíg megjelenhetett az Aurórában, ugye akkor egyik reprezentatív irodalmi folyóiratában, és újabb 3 év, amikor a saját kötetében megjelent. És gondoljuk el, hogy csak 1844-ben, tehát 21 évvel később kap hozzá dallamot, az egyébként katolikus
Erkel Ferencnő, tehát ugye a két vallás ugye református lévén Kölcsey, tulajdonképpen azokat az ellentéteket tudja meghaladni, amik addig feszítették az országot, és valószínű, hogy ezért, hogy tudtán kívül, de azért ő nagyon tudatosan kihagyta azokat a részeket, amelyek vitára adhatnak okot akárkiben, és éppen ezért tulajdonképpen érlelődött az, amit nem gondolt, hogy a sok-sok aspiráns közül, mert több, még Vörös Martinak is volt himnusz című verse. Tehát nem csak a szózat, hanem himnusz. Tehát más himnusz alternatívák is szóba jöhettek volna, de ez vált törvény nélkül gyakorlatilag a legelfogadottabbá. Kicsit akkor a versről is magáról, szerkezetéről, formájáról, ugye himnusz, ez egy fohász, nem mondom, hogy példa nélküli, de azért mégis az nem egy bevált szokás, hogy ilyen jellegű verseket írnak magyar költők. Mit kell tudni mindenről? Tehát magáról, a formáról, tartalmáról, hogyan épül ez a vers föl? Igen. Először is azt kell tudni, hogy minden közösség a 18-19. Században, főleg a 19. században valahogy definiálni akarta önmagát. Érzelmekkel összefogni a közösséget. Ahogy a vallás tulajdonképpen háttérbe szorul, az emberek keresnek fogódzót. A társadalmi ellentéteket is valahogy meg kell haladni. Ugye nálunk főleg a jobbátság és a nemesség közötti ellentétről van szó. És kell egy forma, egy vers, ami mindezt ezt a szerepet betölti. Két típus van, ugye a monarchikus himnuszok, ott az egyik prototípusa az angol himnusz, a másik pedig az indulószerű mozgósító dalok, ennek a prototípusa a Marseillaise. Na most a magyar himnusz inkább az elsőhöz kapcsolódik, de nem monarchikus. Tehát egy különleges fenomén, mert a király is hiányzik ebből. Maga a forma, ugye Zsoltáros Jeremiád. Amit most mondok, azt majd a kollégák hát vagy felfigyelnek rá, vagy nem, mert több előképe is van ennek a versnek. Tudjuk, a 16-17. Században, és úgy mondjuk, hogy egy törökkori prédikátor helyzetébe képzeli magát Kölcsey, és azt mondja, hogy mit ért meg eddig ez a nemzet. És így veszi sorra a tablót, ott vége is van, tehát ugye egy utal a jelenre, de tulajdonképpen a török korral vége a történelmi áttekintésnek, és azt mondja, hogy Isten áld meg a magyart, te vagy a történelem ura, te adtál jót, bőséget, ezt a Kánaánt, de mi bűneink miatt elvesztegettük a lehetőséget, a kincseket, mi mégis hozzád fordulunk. A végén már csak szánalmat kér. Nincs semmi, ami fogúzót jelenthetne. Úgy tűnik, sem történelem, sem ember, de Isten igen. És hogy Zsoltáros. Tulajdonképpen, tehát mondom, hogy előzmények vannak, Farkas András szokták emlegetni, a 130. Zsoltárt, amit Szent Simonnál Albert fordít, és lehetne sorolni az előképeket. Én azt hiszem, hogy az egyik előképe az volt, amit gyerekkorában énekelt a debreceni kollégiumban, és az a református énekeskönyv. Az öreg debreceni református énekeskönyv, ennek az 1778-as kiadása, ennek az első oldala nagybetűkkel így kezdődik, hogy himnuszok. Ékes, ritmusú himnuszok az esztendőt szakai ünnepei szerint, tehát az egész esztendőben. És ott az első két ének mondani valójában, üzenetében az, amit már a himnuszban találunk. Tehát neki vannak kapaszkodói, visszafordul gyakorlatilag az alapokhoz. Nagyon kevésszer említi verseiben, hát a modern digitális technika lehetővé teszi, hogy megszámoljuk. Az Isten, Istenek, Isteni, Istennő szavak 63-szor fordulnak elő verseiben. Tehát nagyon-nagyon ritkán fordul az örökkévalóhoz.
ebben a legmélyebb állapotában, amiben a nemzet is a legmélyebb, egyik legmélyebb állapotában van, ugye 1823-ban vagyunk, és majd csak 25-ben fogja hosszú idő után összehívni a rendi országgyűlést első Ferenc. Tehát ebben a legmélyebb állapotban mondja azt, hogy de profundis clamaviat te domine, tehát a legnagyobb mélységből hozzád kiálltok, Uram, segíts meg bennünket. Szokták azt is mondani, hogy nyilván a Csekely magányban ő maga is írja, hogy a népdaloknak a formáját és ritmusát is vizsgálta, a tónját kereste, és ugye, hogy a Megismerni akarnász című népdalra a ritmusa hasonlít a himnusznak, ebben mennyi igazság van? Igen, hát biztos, hogy inspirálták ezek a dalok, ugye... három tulajdonképpen olyan ének volt abban az időben, amit mindenki ismerhetett, vagy majdnem mindenki, vagy hallotta. Katolikus részről a Boldogasszonyanyánk, református részről a Te benned bíztunk elejétől fogva, ugye a 90. Zsoltár, és a Rákóczi induló. Na most, tehát a Rákóczi nóta, és a népdalok ott voltak a közelébe, és ez ennek megfelel. Egyébként a ritmusa a 130. Zsoltár, Szent Simon Albert féle fordításra is rímel, tehát nagyon szépen lehet verselni. Milyen volt a fogadtatása a versnek? Ugye elhangzott, hogy 6 évvel később jelenhetett meg először, aztán majd ugye 9 év múlva a saját kötetében, akkor itt vagyunk a 30-as években, 1830-as években. Milyen volt a fogadtatása ennek a versnek? Igen. Válaszolok rá, de a 30-ról eszembe jut még valami, amit el szerettem volna mondani, hogy miért volt ez jelentős fordulat. 33 évesen írja a himnuszt, tehát krisztusi korban van, és addig hezitált. Tulajdonképpen azt érzi, és ebben találnak egymásra a nemzettel, hogy a nemzet is hezitál. Tehát, hogy folyton a régmúlt dicsősége, de hát ezzel nem érünk semmi már. Várálott, most kőhalom. És amikor megírja, akkor találkozik, egyébként meglátogatja őt a jó barátja Szemere Pál, és akkor ő is ebből a magányból kimozdítja, de lelkileg fordulópont, vannak rokonai, itt a Kendék és Szatmári rokonság, és ő is azt mondja, hogy tenni kell, ez már a hasalkos gyarapics lendülete felé vezet, és így lesz aljegyző, főjegyző, megválasztják, utána országgyűlésig követnek, és akkor végre kiteljesedhet. Mert azért, ahogy ő írja, egy nyomorult alkotmányú test az enyém, de belsőm tűzzel teljes. Akkor ezt hogy lehet kifejezni mégis? Ugye én nem találom a helyem a társaságban, de már kiderül debreceni években, hogy kiváló rétor. Hogy a kor műveltségét tényleg zseniális szinten olvasni kell egyébként a prózáját és az országgyűlési felszólalásait, ahogy érvel, ahogy a képeket egymáshoz fűzi, tehát hogy kiemelkedő tehetség. Na és akkor a megyei közélet ennek teret ad, költőként is egyre ismertebbé válik, az, amit ír, az is egyre fontosabbá válik, és amikor 1832-ben Pozsonyba érkezik, akkor ő már egy ismert, elismert ember. Így aztán a verseit is ismerték már akkor. Igen, egyre jobban ismerték. Abban az időben azért, mivel több lehetőség is volt, hogy mit fogunk majd éppen 200 év múlva is legtöbbször énekelni egyébként ugye a Vörösmarty szózata mellett, tehát, hogy ő benne nagyon becsülték a politikust. Azt a politikust, aki félszemére vak léte ellenére látni tudott, lelki értelemben látni tudott. Az az énekeskönyv, amit idéztem, az a öreg debreceni református énekeskönyv, erre vonatkozóan is magában foglal egy verset, ami arról szól, hogy ti vakok vagyunk a bűnben. Uram, segíts, hogy lássunk. És ő azt mondja, hogy én
olyat tudok nektek adni, amit ti testileg látok, de lelkileg vakok nem. Lássátok meg, hogy mit tettünk eddig, hogyan fordult egymással szemben nemes és jobbágy, hogyan fordult egymással szemben katolikus és református, hogyan fordult egymással szemben labanc és kuruc. Hagyjuk végre az ellentéteket, nézzük, ami összeköt bennünket, ami segíthet bennünket, és ami előre visz. Nagyon kevés időnk van már, de akkor a végső kérdés az az, hogy mitől ilyen ez a himnusz, hogy gyakorlatilag jöhetett bármi a 1830-as, 40-es évektől kezdve a mai napig, bármilyen külső hatalom, ez a himnusz, ez mégis mindig megmaradt, ezt nem lehetett elvenni a magyarságtól, ragaszkodunk hozzá. Miért ragaszkodunk ehhez ennyire? Igen. Ahogy mondtam, hogy 1989-ig nem védte törvény, tehát a szokás és a magyar történelem a magyarázat. A himnuszunk a kereszteződések himnusza. 44 európai himnuszt sikerült egy szoftverrel összehasonlítanom. A magyar himnusz nem a melankóliájával és a negatív szavak arányával tűnik ki egyébként, hanem a pozitív és a negatív szavak arányával, és még egy a metafizikai és a fizikai jellegű szavak magas arányával. Csak az első verszakban Isten áld be a sors, így tovább. Tehát a kereszteződések himnusza, a nagy ellentétek meghaladásának a himnusza akar lenni, és ahogy Kölcsey életében is fordulópont volt, a himnusz igei formája hymneo, azt jelenti, hogy ünnepelni, új évkor. Gyakorlatilag a egyházi új évkor lehetőséget adott Kölcseynek is, és aztán minden évben szilveszterkor énekeljük, senki nem mondja, hogy énekeljük, felállunk, hogy újra teremtődjön az idő, újra teremtődjön a tér. És mondok néhány korszakot, hogyha még végignézünk a magyar történelmen, Kölcsey halála után 1848-49, 1918 Trianon, 1945 második világháborús vereség, 1956. Ha a magyar történelem kronológiáját mondtam el, ezek mind arról szóltak, hogy szinte semmiből újra kellett építkezni, újra kellett teremteni ezt az országot, ezt a közösséget. Ez semmilyen más vers ezt a szerepet, éppen a nagy ellentétek összegző hatása miatt, és azért, mert szinte a semmiből kreáció ex nihilo, a semmiből teremtődött újjá a reformkorban a magyarság, ezt nem tudja betölteni, ezért egy összekötő erő maradt mind a mai napig. Tökéletes végszó, tanárul hallgattam volna még sokáig, de eddig tartott ma a műsor. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és hát szakértelmére a későbbiekben is számítunk. Nagyon szívesen, és jó ünneplést a kerek évfordulón, ami számos költőt, Petőfit, és minden is Szűkebb hazánk, meg pláne Károly Gáspártól kezdve adott ennek az országnak és a világnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Eddig tartott ma a műsorunk, az ünnepi műsorunk, legközelebb szerdán várom önöket, amikor is elsősorban gazdasági kérdésekkel foglalkozunk, majd szakértővel beszéljük át az idei év lehetőségeit. Várom önöket akkor is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!